Gyakran ismétlődő jelenet a gólöröm vagy éppen a meccs megnyerésének ünneplése a már tavaly afrikásodott tamási focistáknál. Halonáékkal jelentősen megerősödött a sárga-kék alakulat, tavaly középmezőny meghatározó tagjává lépett elő, a közelmúltban tartósan Alsóházi Tamási a megyei első osztályban. Az afrikaiak érkezése pozitívan hatott a maradó vagy éppen az újonnan érkező magyar játékosokra. Az erősödő megye egyes bajnokságban biztos dobogós várományos az idén a csapat. Azzal, hogy korábban nyerni tudott Tolnán, legyőzte két héttel ezelőtt a Bonyhádot, no és győztesen hagyta el a pályát a három élcsapatot a negyedik helyen követő, mindegyikükre veszélyes Dombóvár otthonában, az utolsó előtti őszi-téli fordulóban. Nos, nem mondják még ki, de egymás között beszélgetve már a bajnoki cím elhódítása is szóba kerül. Tervezünk persze igazolásokat, vannak kiszemelteink, illetve mi is tudjuk, hogy hova kell lenne igazolnunk még. Szerintem minden poszton elfér egy ember, de ezt majd meglátjuk. Majd ezt a vezetőség eldönti. Úgy tűnik, hogy futball hangulat van, mindenki szeretné, hogy újra 10-15 év elteltével Tamási a régi fényébe tündököljön? Ez így van. Én úgy gondolom, hogy mind az utánpótlásban, mind így az egész klub most úgy van, hogy igenis szeretnénk azt, hogy újra a régi fényében tündököljön, és ezt nem csak a felnőtt csapatra értem, hanem összességében az utánpótlásra is. Ez felettébb érdekes, mert a megyei első osztályban országszerte inkább az a jellemző, hogy a felnőtt csapat jó szereplése nem jár együtt az utánpótlás nevelés felvirágoztatásával. Éppen ellenkezőleg. Az utánpótlásban abszolút helyi, illetve a környékbeli településekről jönnek gyerekek, és én úgy gondolom, a jelenlegi feltételek, amik most itt vannak a pályákat tekintve, abszolút vonzó a gyerekek számára, és a felnőtt csapat teljesítménye is abszolút szerintem egy pozitívum a gyerekek szemében, illetve bizonyos játékosok is példaértékűek lehetnek a gyerekek számára. Szerintem mondjuk akkor így az afrikai játékosok nagyon jó példát mutatnak. Egy profizmust ide behoztak, én úgy gondolom, az egyesülethez, és megint csak azt tudom mondani, hogy a gyerekek számára is ez egy példamutató, amit itt ők csinálnak a klubnál, mint edzésügyileg, mint pedig itt a mérkőzéseken. Közülük a pályán és az öltözőben is vezéregyéniség Yamme Haruna, a játékos edző, a csapatban előretolt center, akire föl lehet játszani a labdákat, aki gólokat lő rendszeresen, illetve gólpasszokat ad. Harunát a védelemben, illetve a középpályán szereplő honfitársait motiválja a magasabb osztályban az NB3-ban való esetleges szereplés. Kérdés, hogy ebbéli tervüket a somogyi kitérő után esetleg itt Tamásiban tudják megvalósítani, miután a Honvédnál, a Lombárpápánál, illetve a Kaposvári Rákóczinál ez nem sikerült. Hát majd kiderül, hogy mindenképpen fel szeretnék hűtni, hát aztán meglátjuk, mi lesz. Most játékos vagy edző vagy? Melyikbe gondolkod? Szeretnél Tamásit elvinni az NB3-ig egyszer? Ha feljutunk, akkor csak játékos leszek. Nem tudok, mert ez semi-pro. Tehát már egy magasabb osztályban kéne egy edző mindenképpen. Persze, mindenképpen kell. Hogy érzitek magatokat, mint afrikaiak itt Tamásiban? Jó a helyzet, egy vezetés, kapcsolatok, tehát nem lesz-e probléma? Nincs semmi baj, tökéletes ott lenni tényleg. Az Zuhany Híradóból olyan hírek szivárogtak ki, hogy tartozik a klub a játékosok felé, és ez negatívan hathat a teljesítményre a későbbiek során. A legutóbbi két meccs a rossz indulatunknak tartott feltételezés cáfolata volt. Ez ügyben nem szeretnék semmit sem mondani, szerintem itt a pályán most mindenki látta, hogy igenis van itt futball, tudunk mi futballozni, és igenis oda tesszük magunkat. Akár van pénz, akár nincs pénz, akár mit mondanak az emberek itt a megyében.